Rövid ideig tartó, ám annál nagyobb károkat okozó vihar pusztított Nagyváradon és több más Bihar megyei településen. A helyi hatóságok jelenleg is nagy erőkkel dolgoznak a károk elhárításán, igyekeznek minél előbb rendbe tenni az utakat és a lakónegyedek környékét. Borzalmas látványnak voltak tanúi Bihar megye lakosai, amikor egy 100 km/óránál erősebb vihar óriási pusztítást végzett a megye központban és a megye több településén. Fák dőltek ki és autókra zuhantak, villanyoszlopok rongálódtak meg, háztetőket sodort el a szél, és még a Nagyváradi Állami Egyetem könyvtárépületének a tetejét is lesodorta. A röpködő tetőcserepek mellett fadarabokat, növényzetet is magával vitt a vihar, sok helyen pedig arról is beszámoltak a lakosok, hogy ablaküvegek törtek ki. Utakat is le kellett zárni, többek között a Nagyvárad-Arad szakaszt. Nagy erőkkel zajlik a kárfelmérés, a katasztrófavédelmi felügyelőség folyamatosan terepen van, és a megyei tanács tagjait is szinte alig tudtuk elérni, ők is folyamatosan terepen dolgoznak, válságstábot hívtak össze. Jelen pillanatban 3 vonalon indítottuk el a kárfelmérést, ugye az önkormányzatok szintjén, a Bihar megye nem csak Nagyvárad érintett, ugye, hanem Bihar megye jelentős része. Ezzel egy külön munkacsoport fog foglalkozni, Nagyváradot szintén külön kezeljük, itt megpróbáljuk számításba venni, felmérni úgy a magán, mint a köztulajdonokban ért károkat, illetve külön kezeljük az állami intézmények épületeiben okozott károkat. Illetve ide tartozik, hogy a mezőgazdaságban keletkezett anyagi károkat is igyekszünk felmérni. 41 személy került a sürgősségi osztályra, halálesetről nem tudnak a hatóságok. A megyei tanács kormányhatározatot készít elő a kártérítésekre vonatkozóan. A vihar által okozott károk jelentősek, és ma is narancssárga riasztás van érvényben az ország több megyéjére vonatkozóan.